Egy nagy dorogi férfi jelentette fel a csalót, kiderült, hogy az interneten ismerkedtek meg, azt ígérte neki, hogy külföldi hitelhez segíti, ehhez viszont közel 100 ezer forintot kért. Az áldozat utalta a pénzt, majd a hitegető asszony eltűnt. Az úgy a paksi rendőrök került, ők kezdtek nyomozni, a csaló viszont még az első kihallgatás előtt külföldre szökött, azóta 8 év telt el. Az eljárás során kiderült az is, hogy a nagy drogi férfin kívül még másik 43 szemét csapott be az asszony különböző ezek ezzel összesen több mint 9 millió forint kárt okozott a sértetteknek. Az asszonyt végül Angliában találták meg, és a napokban szállították Magyarországra. Az elfogást és a hazaszállítást követően ismét a paksi egyenruhások vették át az ügyet, és ezúttal már ki is hallgatták az 51 éves nőt. A nőt a paksi rendőrök kihallgatták, majd őrizetbe vették, és fogvatartása mellett folytatják tovább a büntető eljárást. A 44 embert, mint egy 9 millió forinttal megkárosító csalótát már biztosan nem tud ismét megszökni. Az első tárgyalásig ugyanis börtönben maradunk.